ami az Erasmus ügyben történik a bizottság részéről Magyarországgal szemben, az elfogadhatatlan és tűrhetetlen. Hosszan fel lehet sorolni azokat az egyetemeket, ahol egyébként aktív politikusok ülnek a kuratóriumban, fenntartó testületekben, tanácsadó testületekben, mindenhol Nyugat-Európában. De ami ennél is felháborítóbbá teszi az ügyet, hogy amikor Brüsszellel megállapodtunk, mindenki megnézheti, mindenki el tudja érni a 17 pontos megállapodást, akkor ennek megfelelően módosítottuk az összeférhetetlenségi szabályokat. Úgy jártunk el, ahogy Brüsszel kérte, a kodifikált szöveget is egyeztettük, és ennek a jóváhagyását is megkaptuk. Sőt, Magyarország ennél szigorúbb összeférhetetlenségi szabályok elfogadására is nyitott lett volna, de ilyen igény Brüsszelből nem érkezett. Navracsics Tibor egyeztetni fog, szeretnénk azt remélni, hogy félreértésről van szó, és gyorsan tisztázható a kérdés. A kormány az Erasmus ösztöndíjak költségét kifizeti, tehát ugye a jelenlegi helyzet, hogy teljesen világos legyen az, hogy miután az idei évre vonatkozó ösztöndíjakat már tavaly aláírták, ez semmilyen tanácsi határozat, bizottsági vélemény nem érinti. A jövő évi Erasmus ösztöndíjakra vonatkozik a mostani döntés. Ezt előrejelezzük, hogy ha nem lenne az ügynek addig megoldása, amit magunk részéről nehezen tudunk elképzelni, akkor ezeket Magyarország meg fogja előlegezni, illetve ki fogja fizetni. Tehát az ösztöndíj programban való részvételnek akadálya ebben az esetben sem lehet. Ugyanakkor, ha az egyeztetések nem vezetnek eredményre, akkor Magyarország az Európai Unió bíróságánál pert fog indítani a határozattal szemben.